1996 óta, tehát csak nem 25 éve foglalkozik tehetséggondozással a Matthias Corvinus Kollégium. Több vidéki nagyváros mellett most már Szekszárdon is megnyitja a képzőközpontját, amely lehetőséget nyújt az iskola időn túli és a közoktatási tematikán túlmutató ingyenes képzésekre. Idén ősztől, 2021 őszétől a kollégium vezetősége úgy döntött, hogy az egyetemi nagyvárosok mellett 14 magyar nagyvárosban, általában megyeszékhelyen is indít képzőközpontot. Itt Szekszárdon is indul egy képzőközpont, tehát az általános iskola felső tagozatosok részére, illetve a középiskolások részére van lehetőség jelentkezni ezen képzésekbe. A középiskolás diákréteg kapcsán a 9-10-11. Osztályosok jelentkezését várjuk a programba, azon diákok jelentkezését, akik, hogy úgy fogalmazzak, egy picit nyitottabbak a világra, a tanulmányaikat szeretnék bővíteni, és szeretnének egy jó közösség tagjai lenni. Itt a középiskolás programba alapvetően három különböző kurzusa programra van lehetőség beregisztrálni. A képzésnek a zászlós hajója tulajdonképpen egy e-learning alapú oktatási struktúra, ami nyilván a nevéből adódóan fizikális jelenlétet nem igényel a képzőközpontba, tehát hogyha a diák regisztrál és úgy dönt, hogy a 9 kurzus közül valamelyiket felveszi, akkor ezt iskola időn túl otthonról bármikor szabad idejében tudja végezni. A 9 kurzus a következő: társadalmi tanulmányok, közgazdaságtan, modernkori történelem, nemzetközi kapcsolatok, pszichológia, jog, íráskészség, academic writing és irodalom másképp. Tehát ezek az e-learning kurzusok azok, amikbe tulajdonképpen a továbbtanulás kapcsán, illetve a pályaorientáció kapcsán bele tudnak kóstolni a diákok, el tudja dönteni azt, hogy neki tetszik-e esetlegesen a jogi vagy a pszichológiai pálya, vagy teljesen másra számított. A képzési struktúra a Matthias Corvinusnál, mint említettem, iskolaidőn túli foglalkozásokat jelent, de 16 hétből áll egy fél év, ugyanúgy, mint az iskolában, mint a középiskolában. A 16 hét alatt egyébként 2-3 e-learning alapú kurzus is el lehet végezni, úgyhogy aki szorgalmas, az 2-3 év alatt gyakorlatilag az összeset meg tudja csinálni. Az e-learning kurzusokon kívül szeptembertől már angol és német nyelvű oktatásra is jelentkezhetnek az érdeklődők. Egy heti két alkalommal, 2x180 vagy 4x90 perces tanórák lesznek német és angol nyelvből. Ez a képzőközpontban lesz meghirdetve, teljesen térítésmentes, hasonlóan az e-learning kurzushoz. Emellett a képzőközpontban szeretnénk indítani klub délután jellegű foglalkozásokat. Ezek csütörtök vagy péntek délután lesznek, különböző előadók jönnek olyan jellegű témákban, amik a mindennapokat érintik, és egy picit, hogy úgy fogalmazzak, ez is a közoktatási struktúrán felül lévő témakörökből választódik ki. Társadalmi problémákat boncolgatnak, vita workshopok és ilyen hasonlókat, kommunikációs tréningek, ilyeneket kell elképzelni a klub délután jellegű foglalkozásoknál. Mindemellett pedig a jelentkező diákoknak lehetőségük lesz téli és nyári táborokba is pályázni, valamint tanulmányi kirándulásokba is beregisztrálni. Ez is teljesen térítésmentes. Egyetlen egy feltétele van, hogy jelentkezzen és az MCC-be beregisztráljon a diák. A középiskolás programra június 13-áig lehet jelentkezni a Matthias Corvinus Kollégium honlapján. Fiatal tehetségprogram olyan diákok számára hoztuk létre, akik jelenleg 4. osztályba járnak, és szeptembertől megkezdik az 5. osztályt. Olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik nyitottak, érdeklődőek a világra, nem feltétlenül kimondottan a tehetségeseket keressük, hanem azokat, akik tényleg érdeklődőek minden iránt. Ha a gyermekek részt vesznek, ez segítheti akár őket a pályaválasztásukban is.
A program két hetente szombatonként kínál képzési alkalmakat, ahol szakképzett oktatók jönnek el mi hozzánk ide a központba, és akkor ők tartanak a gyermekeknek különböző problémahelyzeteken keresztül megoldandó feladatokkal tarkított kurzusokat, oktatást. Olyan érdekes programokat biztosítunk a gyerekeknek, mint például a robotika, a drónok világa, megismerkedhetnek a pénzügyjel, a pénzügyi tudatosság kurzuson, vagy akár az egészségügyi tudatosság kurzusunkon is, ahol például megtanulhatják, hogy hogyan kell egy sebet bekötözni, aztán később bejutunk odáig, hogy újraélesztés. Mindez teljesen ingyenes a diákok számára, ugyanis minden költséget a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány finanszíroz. Továbbá a nagy távolságból utazó diákoknak az alapítvány utazási támogatást is biztosít. Ez a program a középiskolás programmal ellentétben felmenő rendszerben fog működni, tehát most jelenleg azokat keressük, akik 5. osztályt fogják kezdeni szeptemberben, és akkor jövőre belőlük lesz a 6., 7. és végül a 8. évfolyamunk, és akkor jövőre ismételten akkor 5. osztályosokat keresünk.